Minden évben október végén tartanak egy koordinációs egyeztetést a szervezetek a Városházán, melynek során felkészülnek a várható téli időjárásra. A hétfői krízis megbeszélés során az úgynevezett vörös kódra készültek fel, amely egy szociális törvény módosítása után kerül most be a köztudatba. A szociális törvényben történt egy olyan módosítás, és ezzel kapcsolatban kormányzati intézkedések, miszerint az illetékes szociális miniszter vöröskód riasztást adhat ki 3 esetben. Jellemzően téli időszakban akkor, ha a hőmérséklet -10 fok alá süllyed, tehát attól kevesebb lesz, amennyiben jellemzően nyári hónapokban több napon keresztül a napi átlaghőmérséklet megszaladja 27-120 fokot, és van egy harmadik eset, amikor a meteorológiai szolgálat 2-es típusú figyelmeztetési jelzést ad ki, tehát viharok, nagy esőzések és nagy szelek várhatóak. Ez bármikor előfordulhat az év bármelyik napján, napszakában. Vörös kód esetén a bentlakásos intézményeknek kötelező megnyitni a kapukat a nélkülözők előtt. A megbeszélésen kiemelték, nem csak a prevenció fontos, hanem az is, hogy felkészüljenek azokra a lehetőségekre, amikor bekövetkezik a baj. Például a rászorulókat el tudják látni megfelelő mennyiségű tüzelővel, élelmiszerrel vagy gyógyszerrel. Az elmúlt 3 év statisztikái alapján idén 5-10 fokozottan veszélyes napra számítanak a szakemberek. Ilyenkor és az év többi napján is működik egy 24 órás diszpécser szolgálat, amellyel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén élőknek tudnak segítséget nyújtani. Sőt, nem csak a megyeieknek, hanem az észak-alföldi régió teljes területére szól a diszpécser szolgálatnak a működési engedélye. Hát ezt néhány évvel ezelőtt a minisztérium így határozta meg. Azonban minden megyében működik úgynevezett krízisautószolgálat a hajléktalan ellátó intézmények mellett, és a diszpécser szolgálat őket mozgósítja a területről érkező hívás esetén, és ők teszik meg a szükséges intézkedéseket. Ahonnan a jelzés érkezik, annak a településnek ellátási kötelezettsége van, tehát az ott élő hajléktalanokat a saját intézményrendszerében kell segítenie. A rendszer célja, hogy mindenki helyben kapjon segítséget, ezért a diszpécser szolgálat a helyi önkormányzatokkal, polgárőrséggel és családsegítőkkel koordináltan dolgozik együtt.